Nyilvánosság vagy nem nyilvánosság, és most nem az Azori-szigetekről és az oldalboldákról beszélgetünk, hanem egy sokkal fajsúlyosabb témáról, az ügynök múltról, arról, hogy vajon le tudjuk-e zárni valaha valamikor, arról, hogy egyébként egyszer már ez ügyben döntött az Alkotmánybíróság, hiszen más országok korábban lezárták ezt a típusú múltjukat, és akkor oka volt annak, hogy miért is nyilvános minden, mert egy kicsit korábban fogtak hozzá, mint mi, nem vártak 20 évet. Na hát a vita most is fellángolt, hogy ebből van-e jó megoldás, én nem tudom, de talán Kollát György tudja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Van jó megoldás? Valószínűleg ma már nincsen. Ez kicsit olyan, mint az elefánt talpár nyolni, szóval nem nagy öröm, viszont roppant veszélyes. Magyarul. Ácsi, milyen az elefánt talpát nyolni? Nem nagy öröm, de roppant veszélyes. Ki de lehet nyitni? Miért kéne az elefánt talpát nyolni? Mert ez a másik kérdés. Aha. Ki lehet nyitni Pandora szelencéjét, csak nem lehet becsukni. Valószínűleg 20-valhány évvel a rendszerváltozás után, ahogy ön említette, az 1994-es alkotmánybírási határozat nagyon világosan kasszárt csinált. Ez egy olyan határozat, ahol csak egy párhuzamos indokolás volt, mindenki a határozat egyetért. Ez még az alkotmánybíróság volt, amik ereje teljében volt, Európa legjobbjai közé tartozott, és nagyon világosan elmondta, milyen megoldások vannak lehetségesek a rabizas átvilágításra, a múlt lezárására. Leírt, hogy van az úgynevezett lusztráció. Csehország, aztán már külön Szlovákia, Albánia, Bulgária azt a megoldást választották, hogy összeférhetetlenségi szabályt keletkeztettek, tehát aki korábban a jogállamot megelőző időben a jogállammal ellentétes szerveknél dolgozott, az X ideig kizárta magát az állami szolgálatból. Ezt meg lehetett csinálni, ezek a törvények átmentek, pont, ezek az országok a maguk módján megoldották. Leírja az alkotmánybíróság a B változatot, ez a Gauck-féle, ez a német modell, a Német Szövetségi Köztársaság, amikor egységes Németország lett, úgy oldotta meg, hogy teljes nyilvánosságot teremtett. Persze a Stasi aktáira egy picit a másik Németország, a Nagy Németország fricskát adott az NDK-nak, egy picit revansot azért, hogy azért bántott őket a Stasi. Érthető, a német modell tiszta volt, kiterítették a lapokat, mindenki megismerhet, és ők úgy zárták le. Magyarország egy harmadik, egy C változatot, akkor is voltak már ilyen nem konform megoldások. Magyarország azt mondta, hogy tehát van egy bizottság, az megvizsgálja, hogy ki volt ügynök. Ez volt a bizonyos átvilágítás. Később a dolog bíróitra kerülhetett, de ha valaki önként lemondott, akkor nem volt nyilvánossághozatal. A szankció viszont az volt, hogy ha nem mondott le, nyilvánosan megnevezték, voltak is a magyar közben ilyen dolgok. Na most Magyarország most 2012-ben valami negyedik változattal. Tehát tudjuk, hogy alternatívában kettő van, negyedik már nincs. Magyarország számára jó megoldás most nincs. De hogy komolyan vegyük de a dolgot. Valamit... Tehát, hogyha ez a negyedik sem jó, akkor ebből a negyedik sem jó megoldásból kéne csiszolni olyat, ami nem a legjobb, de azért mégis világos. Legyen jó, és akkor legyen vége. Tehát, mert ha nincs vége, akkor viszont ebbe bele fogunk őrülni évtizedekig. Hogy tud ennek vége lenni? Ha folyton nyitogatják, ha témahiányban szenvedő, vagy különböző részérdeket védő pártpolitikusok ezt mindig előveszik, abból nem lesz szó. És másik, önnel milliószor megbeszéltük, a problémát, a kérdést nem lehet kodifikálni, csak annak a jó válaszát lehetne. Jó válasz meg nincs. Pontosabban, ha belegondolunk, akkor volna, és a mai interjúban, ahogy körvonalazunk, nem is tőlem, hanem a Majtény doktorral, a következőt lehetne csinálni. Ugye az a kérdés, hogy hova tesszük a hangsúlyt? A besúgókra, vagy a besúgottakra. Akarjuk-e bántani a besúgókat, mert rosszat tettek, vagy jobban szeretnék védeni a besúgottakat, a megalázottakat, az áldozatokat. A magyar jog megnyitotta a lehetőséget, hogy a korabeli politikai rendőrség áldozatai ismerjék meg a rájuk vonatkozó anyagot. Most van, tehát úgy van, így van, ne vihessék haza, mert volt ilyen is, hogy mindenki hazaviszi, mint a nagymama, hogy mondjam, magyarul. Urnába. Úgy, köszönöm szépen. Így van, tehát ismerjék meg, szembesüljenek vele, győződjenek meg az igazságról, ne hozzanak nyilvánosságra, pláne nem szelektíve dolgokat, hanem ők ezáltal információs és erkölcsi kárpótlást kapnak. Pénzt valószínűleg nem, mert nincs miből. Ez a része megy, és ha bármi gond volna, akkor ezen még javítani, ezen még erősíteni kéne. Jön a második de rész. De most egy áldozatnak, akinek ugye joga megismerni a róla szóló papírokat, joga van ahhoz, hogy ezeket a papírokat nyilvánosságra hozza a besugóival együtt? Nem.
Nem. Nem joga van az adatokat megismerni, és ennek is van értelme és célja. Azért nincs, mert nem lehetne kimazsalázni a papírokat. Amikor a Dunagét ügyet vizsgáltuk, volt alkalmam nem rendőrként, nem állambiztonságként megnézni néhány ilyen jelentést. És azt láttam, hogy azok a személyek, akik nevét ön is ismerünk, én is, hát volt, szólt róla egy ügynöki jelentés. És ha csak kicsi is igazából, amit a besúgó írt a besúgottról, akkor borzasztó. Akkor hogy nem, lett volna oka szégyenkezni annak is, akiről valamit írtak, hogy mit csinált a feleségével, mit csinált a közvagyonnal, bármilyen. Tehát ne hozzanak nyilvánosságra. Az információs kárpótlás azt jelenti, hogy ismerje meg, győződjön meg róla. Netán, ha olyan adatok vannak, amelyek nem frankók, akkor azokat lehessen korrigálni, pont, de ne kerüljön ki ez az anyag se egészében, sem részében. De jön a másik része. Mielőtt a másikat mondja, igen? Ne felejtje szavát. Tehát, hogyha ha itt a negyedik stációnál járunk, és gyakorlatilag minden jóból egy kicsit megpróbálunk átemelni, a rosszakat egy kicsit tompítani, akkor nem lenne mégiscsak egészségesebb egy eszméletlen nagy botrány egyszer. Minden nyilvános egyszer, még ha késtünk is vele 22 évet, egyszer. És akkor utána ne legyen az, hogy pedig neki nem is volt joga elmondani azt, hogy ő meg mégiscsak kihozta a levéltárból, pedig nem hozhatta volna. Tehát így örökre maradni fog a mazsolázás. Nem értek ezzel egyet. Megmondom miért. Az alkotmányban csak a határozat lapján. Maga a határozata, maga 30 oldalán leírja, hogy 43.983 személyi rossz karton volt, de némelyik hiányos, mit hoznának nyilvánosságra. Az esetleg manipulált, megcsonkított, akármit. A mindent vagy semmitből az jön neki, hogy... Úgyhogy az legyen egyértelmű, hogy ez manipulált vélhetően... Honnan tudnánk? És ki minősítené? Jön a másik, és a másik azt gondolja, hogy abban az országban, ahol a lusztráció az frusztráció, tehát ahol karaktergyilkosság megy, nem történne évekig utána még, hogy ez ügynök, hogy akkor a futballista milyen volt, a rádió közvetítő milyen, nem. Mindent felnyomni az internetre, és utána akkor... nincs évekig magyarázkodás, hogy nekem még van egy papírom, eddig nem vettem elő. Nem ha minden gondolom, nyilvános. Más megoldást mondanék. A második stáció az volna, hogy persze ezt a kort meg kell ismerni, szembe kell nézni vele, ez magyarul tudományos történészi munkát igényel. Tegyék lehető második lépésben, hogy az a tudományos kutatás folytatódjék, amelyik a korra kíváncsi, nem embereket szerkeszt ki, nem embereket aláz meg, tehát a tudományos etika teljes betartásával kutatható legyen az, ami a kor megismeréséhez kell. Jön a harmadik. Ez is meg tulajdonképpen, kutatók panaszkodnak, hogy nehezen jutnak hozzá, mások meg panaszkodnak, hogy kutatók a nevekre kíváncsiak, és nem a történésre. Jön a harmadik dolog. Lezárni a dolgot úgy lehetne, hogyha álmodom, egy Moncloa paktum keretében, vagy egy olyan, hogy mondjam, kormányzati vagy politikai döntés révén azt mondják, hogy információs kárpótlás az áldozat, aki megtörtént, a tudományos kutatás szabad, a többit pedig, miután nem lett kíváncsi, meg kell semmisíteni, el kell égetni, lezárni. Úgy lehet, hogy snitt... És mi lesz a történészekkel? Hát ők hoz, következő, anonim formába hozzáférhetnek ahhoz, amihez kell, de nem mazsolázhatnak X-el, Y-zével, filmrendezővel, bárkivel. Tehát azt mondom, a megoldás, a lezárás csak az lehetne szerintem, hogy az így megmaradt, igazolatlan, bizonytalan dolgot megsemmisíteni, mert mit mond az alkotmány? Ki mondja, hogy ez bizonytalan és igazolatlan? Például az alkotmánybíróság, például a kutatók, például az, hogy azt mondja az alkotmánybírósági határozat, hogy ha pedig nem volt a szemétől aláírás, csak van valami papír, akkor az semmilyen bizonyító erővel nem rendelkezik, és még valami. El kell dönteni, hogy tartjuk-e magunkat ahhoz, hogy a cél az állam élet áttetszőségének megismerése, vagy büntetni akarunk. Milyen büntetést akarunk román modell szerint most papokra, bárkire 2012-ben? Mit akarnak? Egyrészt alkotmányos megoldás nincs rá, hiszen magyar állampolgárok számára alkotmányos alapja a közhivatal viselés ma már, és nincs ott az, hogy de majd törvény kivétel tehet. Másrészt, miféle büntetést szabnak ki? Ha büntetést szabnak ki, akkor feleljárásban, bírói garanciával? Kinek kell bizonyítani? Szóval azt mondom, hogy az lehetne a nyilvánosság maximum... elég nagy büntetés. De éppen ezért, vagy túlzott büntetés. Sok ember már nem ér, él a gyereke hozzátart. Tehát azt mondom, hogy az lehetne büntetés, hogy nyomni le 25 fekvőtámaszt. Most tényleg hülyéskedem, olyan büntetés nem lett, ami megáll a Magyar Alkotmánybíróság előtt, és ami megáll az Európai Emberjogi Bíráskodás előtt. Mert az Alkotmánybíróság határozat 94-ben azt is mondja, hogy de van ám egy Európai Emberjogi Egyezmény.
Abba pedig van ugye egyrészt a személyes adatok védelmére, meg a közérdekű adatok nyilvánosságára szól. Azokat a szabályokat és precedenseket nem lehet megsérteni, amelyeket Strasbourg ezek az ügyekbe hozott. Tehát szerintem zárt a kör, szűk a mozgástér, valójában elkéstünk nagyon, és azok a célok, amik akkor voltak, ma már igazán nem teljesíthetők, és a másik. Ha az akkori ügynökökkel bármit meg lehet csinálni, ma is vannak ám ügynökök, és sok embert ma sokkal jobban érdekel, hogy vannak akták, vannak friss adatok, vannak ilyen-olyan profilok. Hát azt már csak tudják, hogy melyik a friss akta, hát azokat vegyék ki. De van morális különbségtétel? Bocsánat, szóval itt azt mondják sokan, hogy az ügynöknek a beszervezése vagy egy életre szól, vagy 4 évenként felülvizsgálatok, ki fog ezek után az ország érdekében olyan feladatot vállalni, ami ezekkel... Aki most szóval... vállalja, az pontosan tudja, hogy mit vállal. Hát, vagy ugyanúgy belekészülni, mint belekészülni korábban, tehát nincs jó megoldás. Ha most már azért csak nem. Miből gondolja? Hogyan építik be a vamzert a börtönbe? Hogy szerzik? Hogy szereztek fel a információt? Szóval azt mondom, láttuk mi már karmon varjút, lényeg, ez túl forró dolog ahhoz, hogy ezt bolygatni lehessen. Ez kicsit olyan, mint megcsinál a Titanicnak a visszaút, hogy nincs visszaút. Valószínűleg azt lehetne csinálni, hogy miután mindenki megkapta, ami rájár, lezárni, megsemmisíteni, és így pontot tenni a végére, mással kéne foglalkozni. Hát, mint hogy, amikor ártani akar, mi a célja a lusztrációnak? Megvilágítani, átvilágítani, fényt tenni rá. Nem ez a cél itt, hanem kivel lehetne most jól kiszúrni, kinek lehet az ügynek egy... Nyilván azért húzódik ez az ügy azóta, és ezért nem lesz igazán óta, megoldás, ezért veszik elő, ez is ezért a sajátjait, hogy nálunk majd többről derül ki, mint a másik. Keresem, mennyire így van, hogy két mondat. Az alkotmánybeli határozat azzal is foglalkozik, hogy nem lehet diszkriminálni, nem lehet kimazsolázni, hogy az én ügynököm az frankó, a tiéd meg nem, az egyház ilyen nagyját, nem, az alkotmánybeliség már 94-ben elvárta, alkotmányos követelményként megszabta, hogy diszkrimináció mentes megoldás legyen. Tehát amit például Lázár frakcióvezető úr mond, hogy persze, hogy 7-8 ezer emberbe, de majd mi előtte megmondjuk, hogy ki jó, ki nem jó, na így nem lehet. Valószínűleg a magyar alkotmány és a józan észen meg az európai jogon belül normális megoldás erre nézve nincs. El kéne felejteni, másra kéne törődni. Hát akkor ezt a normális megoldáson már lecsúsztunk, az biztos. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Már is folytatjuk a reklám után, nem menjenek sehová. Itt lesz Mesterházi Attila, Magyar Bálint és Dávid Ferenc.